A magyar forradalom és szabadságharc évfordulójára idén is virágok meg koszorúk kerülnek a Palics 56-os emlékműre. Palics, de Hajdőárás is fontos befogadó és átutazó állomása volt több ezer magyarnak, akik a szovjet elnyomás előtt előbb Jugoszláviába, majd nyugatra menekültek. A Palics emlékműnél szombaton délután 4 órakor a VMS koszorúz, majd 18 órától a Jadrán színpadon elejét veszi a Mennyből az Angyal című műsor. Beszédet mond Pásztor István a VMS elnöke és Pintér Attila Magyarország belgrádi nagykövete. A Magyar Mozgalom vasárnap október 23-án a Magyar Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulója napján szervez emlékestet. A Magyar Mozgalom felkérésének eleget tett és a megjelentek előtt beszél Szabó Mária, 56-os menekült, de az est folyamán részletek láthatóak Hegedűs Attila, a Hivatalos Jugoszlávia és a Magyar 56 című dokumentum filmjéből is. Közreműködnek Mezei Zoltán és Szőke Attila színművészek, a műsort összeállította Hernyák György. A Magyar Mozgalom 56-os emlékestje vasárnap 18 órakor kezdődik a Népkörben.